Hétvégén sem nyugszanak a fegyverek Ukrajnában. Az orosz támadások leromboltak egy fontos elektromos erőművet. Miközben egyre több a katonai és civil áldozat, az Egyesült Államok újabb kockázatos lépésre készül. Katonai vállalatokat telepíthetnek Ukrajnába, hogy helyben segítsenek a hadieszközök javításában és karbantartásában sűrű szürke füst lepte el a közép-ukrajnai Dnipro városát pénteken. Egy kilenc emeletes társasházat talált el egy orosz rakéta. A felső négy szint összeomlott, egy ember meghalt, tizenkettő megsebesült, köztük egy hét hónapos csecsemő. A becsapódás során sokan az épületben rekedtek, a hatóságok szerint így az áldozatok száma nőni fog. Anya hívott, a nagyszüleimmel kimentünk a folyosóra, aztán bum, mesélte sírva ez a lány, aki attól fél, hogy már soha nem térhet vissza az otthonába szinte záporoztak az orosz rakéták tegnap Ukrajnában. A Donetsk megyei New York nevű települést is találatok érték, csak úgy, mint Harkiv megyét és a dél-ukrajnai Herszont is, ahol egy férfi halt meg dróntámadásban. Oroszország közölte, a héten hatalmas csapásokat mért ukrán célpontokra. Ukrajna közben azt állítja, hogy sikeresen védekeztek, több orosz támadást is visszavertek. Napról napra több az áldozat, közben a nyugati tárgyalóasztaloknál szó sem esik a békéről. A CNN értesülései szerint az Egyesült Államok most azon dolgozik, hogy feloldja azt a tilalmat, amely akadályozza, hogy az amerikai katonai vállalatok szakemberei Ukrajnában segítsenek a hadi eszközök javításában és karbantartásában. Ez azt jelentené, hogy amerikai katonai cégek települhetnének Ukrajnába. A lépés szakértők szerint nagy fordulatot jelentene. A Biden kormányzat ugyanis eddig igyekezett távolságot tartani a konfliktustól. Mostanáig ugyanis csak pénzzel és fegyverekkel segítették a háborúban álló országot. Joe Biden néhány hete jelentett be egy újabb 225 millió dolláros, átszámítva több mint 80 milliárd forintos támogatást. Az Egyesült Államok nem hagyja magára Ukrajnát, szögezte le akkor Joe Biden. Washington jelenleg úgy lát még többet tehet, és javítaná a rendszer hatékonyságát, ha az amerikai haditechnológiai üzemeltetéshez személyzetet kapna Ukrajna, és időt valamint pénzt akarítanának meg. Ha ezek javítatását nem Lengyelországban, Romániában vagy más NATO országokban kellene elvégezni csak hogy Moszkva reakciója kiszámíthatatlan. Úgy ítélhetik meg ugyanis, hogy az Egyesült Államok átlép egy vörös vonalat. Az orosz elnöki szóvívő a napokban arról beszélt, a nyugat egyre nagyobb szerepvállalása miatt Oroszország fontolgatja a diplomáciai kapcsolatai lerontását. A kollektív nyugat és az Egyesült Államok növekvő szerepvállalása miatt az ukrajnai konfliktusba az orosz föderáció nem tehet mást, mint hogy mérlegeljen különféle válaszokat szögezte le Dmitri Peskov. A nyugati csapatok Ukrajnába küldése február óta téma az Európai Unióban is. Az ötletet először Emmanuel Macron vetette fel, majd később többen is támogatták azt. Az ügyben számos kutatás készült, amelyekből kiderült, az emberek más véleményen vannak. Mi a század végnél minden évben elvégezzük az Európa projekt kutatásunk keretében azt a vizsgálatot, hogy az európaiak a fontosabb kérdésekben hogyan gondolkodnak, és azt látjuk, hogy például a nyugati katonák Ukrajnába küldését 67% elutasítja, Magyarországon 91%. A századvég korábbi felméréséből például az látszott, hogy nincs olyan európai ország, ahol a többség katonák küldésével támogatná Ukrajnát. A szakértő hozzátette, ez az eredmény az európai parlamenti választásokon is meglátszott, az emberek jelentős része ugyanis békepárti politikusokra szavazott.